2008-ban indult útjára a Skic alkotó tábor, amikor még Kosztolányi György és Pacs József terelte egy csoportba a leginkább helyi alkotókat, hogy azok kötetlenül kihasználva az alkotói szabadságot hozzanak létre egyedi, különleges, megismételhetetlen alkotásokat. 2008 óta sok idő eltelt, már nincs is mindenki az alkotó tábor földi helytartói között, de a Skic él és működik, Pacs Dániel pedig töretlen hittel fogja össze a csoportot. A mostani tábor az egykori Katica tagóvodában működött, kilenc alkotó nagyjából 40 alkotást készített a tábor során. Pacs Dániel azt mondta, a művészetre mindig van igény. Na, erre a mondatára kérdeztünk rá. Mi, -mi ezt így mond, megpróbáljuk azt, amit mi tanultunk, meg azokat a dolgokat, amiket mi a, a, azoktól rezsőbácsitól, Rezsőtől, Kostolányi Gyuri bácsitól, vagy nagyon sok alkotót lehetne mondani, az ő nevüket mindig azért említem, mert velük szorosabb kapcsolatunk volt, hogy ezek nem látom nagyon, hogy tovább lennének víve a városban. És ezért mondom, hogy aránylag mindenhol látom én az igényt arra, hogyha egy normális, minőségű dolgot kivitelezel, akár egy kulturális rendezvényt, vagy akár egy kiállítást, arra mindig van igény, és mindig lesz igény. Főleg, ha olyan tartalommal van megtöltve, ami sokakat érdekelhet, már pedig érdekel. Ez a kapcsolat alkotó és befogadó, alkotótábor és intézmények, vagy a város között Fontos. Én nagy örülök annak, hogy Pacsi Józsi után a fia fölvette ezt a vonalat, és tovább viszi, úgymond ezt a lángot. Jó látni, hogy nem csak Dunói városban, hanem máshonnan is, akár Erdélyből is érkeznek ide alkotni, festeni, és hát szerintem megtalálták a legmegfelelőbb helyszínt itt ennek közül, az udvarán, vagy itt az óvodában, és hát jó látni azt a lelkesedést, ami őket képviseli. Minden alkalommal, amikor jövök, Ugye igyekszem úgy, hogy a harmadik, negyedik vagy akár az ötödik napra érkezni, amikor már bele tekintést is kaphatok itt a, a, művekbe, és tényleg jó látni az, hogy itt elkapja őket itt is az iklet, megfogja őket Dunajváros szelleme, és itt a minden egyes festményben ott van tulajdonképpen a városunknak a lenyomata. Az idei is tábor azzal zárult, hogy már tervezik a következő évit, ami pedig azokat a bizonyos lenyomatokat illeti. Az idei képek a könyvtárban lesznek láthatóak szeptember hónapban.